Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös ember és életismeret fejlesztő képzésén. Én Türi Beatrix vagyok, a PPH egyik hetes szintű vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Most szeretnék pár szóban bemutatkozni. Hegyeshalomban élek, egyedülálló vagyok. Eredeti szakmám valutapénztáros és vámügyintéző, jelenleg pedig jegypénztárosként dolgozom egy cégnél, mára viszont a munkám mellett már a PPH tanulói szervezés is a tevékenységeim közé tartozik. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert a YouTube-on elém kerültek Szedlacsik Miklós videói. Megtetszettek, és nagyon érdekelt, hogy mi lehet a második részben. Azóta sem bántam meg egy percig se ezt a döntésemet, hogy tanuló lettem. 5 év távlatából elmondhatom, hogy az élet és az ember működését egyedülállóan, átfogó módon, használható tudásként ismertem meg itt, és azt is, hogy ilyen személyiségfejlődési lehetőséget, mint a PPH-nál sehol sem kaptam. Én egy nagyon befelé forduló, zárkozott ember voltam, úgyhogy pár évvel ezelőtt ezt a jelenlegi helyzetet még elképzelni sem tudtam volna. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító coachképzései által más szemmel nézem a világot. Itt olyan tudást kapunk, amivel saját magunkat változtathatjuk meg, ami hát nem egy könnyű feladat, de mégis talán a legfontosabb, hisz minden magunkból indul ki. Elmondhatom, hogy jobban tudok bánni önmagammal és másokkal, mivel megértettem a saját és a környezetemben élő emberek működését, és megoldási kulcsokat is kaptam. Etikusabban élem az életemet, türelmesebb és nyugodtabb vagyok. Megtudtam a küldetésemet is, amifelé így most már célirányosan tudok haladni. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacfelező pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi olyan helyzettel, amifelé a világ halad? Mit szóltok ebben a helyzettel kapcsolatban, ami felé úgy haladunk? Éppen beszélgettem tegnap valakivel, hogy ugye itt van, nem olyan messze tőlünk, tudom én, egy ilyen 1000 kilométeren belül egy háború, amilyen, nem tudom, figyeltétek-e, hogy milyen háború, ez ilyen nyugis háború, tehát mit tudom én, a nyugis háború azt jelenti, hogy ugye a támadó az nagyon nem mozgolódik, mit tudom én, volt olyan eset, hogy 16 kilométeres katonai menetoszlop oroszok részéről, és akkor napokat álltak egy helybe. Tehát aki nagyon támadni akar, az,
az csak úgy magától nem áll napokat egy helyre, egy helyben. És akkor így mit tudom én, csinálnak olyanokat, hogy bekerítenek városokat, és akkor úgy várnak. És inkább mondhatnánk azt, hogy akkor harcolnak, hogyha támadják őket. Hát ők úgy haladnak, haladnak, és akkor harcolnak, mikor megtámadják őket. Tehát ők nem nagyon támadnak, ők csak haladnak. Tehát haladnak, haladnak, bizonyos katonai dolgokat megcsinálnak, de igazából nem egy ilyen támadó hadművelet, hogy most akkor, ugye az az igazi támadó hadművelet, hogy fogják és lerohannak egy országot, mint ami ugye a történelemben nagyon sokszor már itt a múlt században előfordult, hogy fogják és lerohanják az ellenfelet, és az ellenfél meg nem tud mit csinálni, csak hátrálni. És akkor úgy gyakorlatilag elég nagy területek, mit tudom én, Hitler ez alatt az idő alatt a Volgáig jutott, csak úgy mondanám. Mi alatt ugye most sőt rövidebb idő alatt a Volgáig jutott, mert ugye ő júniusban kezdte a hadjáratot, aztán már télre már a Volgánál volt. Tehát ami azt jelenti, hogy sokkal, de sokkal nagyobb területeket ugye megszállt, mint most az oroszok, akik ugye sokkal nagyobb fölényben vannak most az ukránokkal szemben, mint akkor a németek az oroszokkal szemben. És ugye, hát hogyha az ember így jobban megfigyeli, akkor egy új taktikát alkalmaznak az oroszok. Ezt éppen a múltkor beszélgettük itt valakivel, hogy az a taktika, érted, tök jó taktika, hogy bekerítek egy várost, bekerítenek egy várost, azt kiéheztetik. Aztán utána majd kivonulnak szépen az emberek, azt majd lesz velük valami, érted. Vagy fogják és megbénítják mondjuk télen az áramszolgáltatást, a gázszolgáltatást, meg akármit, bármit meg tudnak bénítani, érted? Mit tudom én, hogyha segélyeket akarnak küldeni, akkor fogják, mit tudom, ráküldenek egy rakétát a vasúti vágányra, azt már nem is jön a segély. Érted? Fogják, leblokkolják a légiforgalmat, aztán onnantól kezdve csak annyit mondanak, hogy ne jöjjön semmi a légiforgalom, mert különben lelőjük, és onnantól kezdve, érted, nem küldenek légiforgalmat. Tehát egy hót egyszerű katonai művelet, amit most csinálnak. Ez gyakorlatilag a kivárásra épül. Ami annyit jelent, hogy várnak, várnak, például megcsinálják azt, hogy mit tudom én, ma jövőre, vagy lehet már az idén is megcsinálták, fogják, és mit tudom én, mielőtt learatnák a termést, fogják aztán gyújtóbombával, ilyen napalmal, fogják, leégetik az egészet, aztán azt volt termés, nincs termés, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nekik ilyen most, mint ilyen kivárási taktikájuk lenne, ami arra megy ki, hogy gyakorlatilag kivérezzenek az ukránok. A kivérzés azt jelenti, hogy nem a katonasság kivérzik, hanem a lakosság, érted? Meg az utánpótlás. Hát a lakosság nagy része fogja, az kimegy az országból, nekik az tök mindegy, hát gondold végig, hogy nagyobb területek vannak lakatlanul, mint az ukrán terület, és nekik aztán tök mindegy, hogy most ott mennyi lakos marad, vagy nem marad. Érted? Akár kivándorul a három erde Ukrajnába, ők, nekik az is tök mindegy. Hát majd betelepülnek oda oroszok. Örülnek, hogy majd melegebb éghajlatra települhetnek, mint ami északabbról. Szóval, ha jobban végig gondoljuk, biztos vagyok abban, hogy valami ilyen taktikát választottak, hogy szépen kiéheztetik, kivéreztetik a lakosságot. És akkor, ha megtámadják őket, akkor nyilván megvédik magukat, ha kell egy kicsit hátrálnak, kell egy kicsit visszavonulnak, érted? Aztán utána ismét kivárnak. És gondoljátok végig, hajó nem nagyon tudnak kapni semmit, nem nagyon tudnak küldeni semmit, mert ugye leblokkolták az egészet, ugye az egész földközi tengert. Tehát gyakorlatilag én mondhatnám azt, hogy tehát nem nagyon, ugye a haditechnikájukat alig használják, tehát gyakorlatilag ilyen szinte második világháborús utáni haditechnikákat használnak. Szóval ilyen el vannak most, és ugye csinálják a szépen magát a kivéreztetést, vagy kiéheztetést, kinek melyik jobban tetszik.
Ezt csak azért mondom, mert hogyha te azt gondolod, hogy, itt hamarosan ezzel kapcsolatban valami lényeges változások lesznek, akkor nem valószínű, hogy lesznek ezzel kapcsolatban lényeges változások, akár mit tudom én, így hosszabb ideig is elhúzódhat az egész, akár egy-két év. Tehát ugye ők nem a németek, hát ők az oroszok, ami azt jelenti, hogy a hideget még jobban bírják, mint az ukránok. Úgyhogy az, hogy most jön a tél, az nekik nem okoz gondot semmit. Tehát Ukrajnában nincsenek olyan hidegek, mint mondjuk Szibériában, vagy Oroszország nagyon nagy részén. Úgyhogy onnantól kezdve ez nem olyan, hogy mint a németek, mikor támadták az oroszokat, akkor ott lankadt le az előre haladásuk, hogy bejött a rossz idő, bejött a hideg. Tehát az oroszokat megszokták nekik, aztán ha akár 30, mínusz 30 fok van, az se gond. Tehát hozzászoktak. Szóval lényeg az, hogy ezt most azért mondtam, hogy, úgy tisztálássuk, hogy mi van itt a szomszédunkban. Jó, és hát gyakorlatilag ebbe az egészbe én azt látom, hogy csak úgy még tisztában lássunk, hogy belekergették az oroszokat. Tehát ugye itt a Földön van négy nagy hatalom. Ugye az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Kína és, az Európai Unió. Tehát ez a négy nagy hatalom. És ugye erről már beszéltem, hogy ebből a négy nagy hatalomból, mivel a Amerikai Egyesült Államok hatalma csökken, tehát világhatalmi csendőri szerepe az kezd visszaszorulni, és kezdik utolérni ezek a nagyhatalmak, mind a három. Ezért ugye elkezdte azt a törekvést, hogy ezeket a nagyhatalmakat ellehetetlenítse. És hát ugye megnézed, hogy mi a törekvés most az oroszokkal. Az oroszoknál azzal nyitottak egy frontot, az amerikaiak nyitottak egy frontot az oroszoknál, itt gyakorlatilag a Ukrajna az a hadszíntér, és látszólag Ukrajna és Oroszország háborúzik, de ténylegesen itt Oroszország meggyengítéséről szól a történet. Tehát az oroszokat belekergették egy háborúba azzal, hogy ugye inspirálták a ukrán kormányt, hogy nemzetiség ellenes szankciókat, törvényeket hozzon, és mivel a legnagyobb nemzetiség az orosz, ugye Ukrajnában, ezáltal leginkább az orosz állampolgár, illetve az orosz ajkúakat sújtotta ez a, sok nemzetiség ellenes szabály. Tehát mondhatni azt, hogy nacionalizmus. Tehát és ezért mondták az oroszok, hogy nácizmus van Ukrajnában, mert szó szerint ugye a nácizmus meg a nacionalizmus csak egy hajszál választja el egymástól, tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a nacionalizmusból indul ki a nácizmus, tehát most ugye azt mondjuk, hogy nacionalizmus vagy nácizmus, hát nem sok különbség van a kettő közt. És ugye ezért ugye egyszerűen kénytelenek voltak az orosz lakosság miatt hát végrehajtani oda olyan dolgokat. Egyszer, ez az egyik indok. Másik indok az, hogy ugye elkezdték Ukrajnát, ugye, hogy legyen NATO ország, majd később ugye legyen EU-s ország, és akkor azt mondta az oroszok, hogy ezt. Jó, a nyugatnak. Tehát így is a nyugat semmilyen szabályt nem tartott be, amit megállapodtak az oroszokkal, ugye a rendszerváltás követően, tehát a 90-es évek elején semmit nem tartottak be belőle, már azóta, mint a Észtország, ugye NATO ország, stb. Stb. Tehát ugye az volt pedig, hogy ezek az országok, Észtország, Lettország, Litvánia, azok nem csatlakoznak se a NATO-hoz, se a Európai Unióhoz. Na most azóta ezek már azok lettek, de ugye ez nem nagy véráldozat, mert viszonylag kis országok. De egy Ukrajna ugye az az Oroszország után a legnagyobb népességű ország, ugye a volt Szovjetunióból. Tehát ők a legnépesebbek az oroszok után is. Ugye azt mondták az oroszok, hogy hát nem. Már csak azért is, mert az ukránok azok, Ukrajna és, tehát ugye megnézed a térképet, akkor azt látod, hogy hol van határ Ukrajna és Oroszország között. Ukrajna és Oroszország között nincs határ. Hát
megállapodtak, hogy mert mit tudom én, te, találjuk ki, hogy ott a határ, de ott nincs határ, tehát nincs olyan határ, mint ami köztünk volt, mit tudom én, Románia, vagy Ausztria, vagy bármilyen ország között. Tehát most olyan határ van, mint most köztünk és mondjuk Csehország, vagy Szlovákia között. Tehát olyan határ, vagy olyan határ, mint Szlovénia és Magyarország között, vagy olyan határ, mint... Tehát, hogy nincs határ, érted? Nincs határ. Na most miért nem állapodtak meg határba? Az, mert mindig egy ország volt. Tehát soha nem volt olyan, hogy Ukrajna, érted? Tehát Ukrajna az azt jelenti, hogy a Szovjetunión belül volt egy olyan állam, hogy Ukrajna. Érted? Tehát mondhatnánk azt, mint egy szinte egy megye, csak hát ugye nem megye, mert az annál jóval nagyobb. Érted? Tehát ennyi. És hát ugye az oroszokat bele rángatták azzal, hogy ugye Ukrajnát na most akkor legyen NATO tag, meg legyen ugye EU tag. Az oroszok meg azt mondták, hogy nem. Erre ugye mi a harmadik indok, hogy elkezdtek telepíteni ugye amerikai rakétákat ide a környékünkre. Az is egy megállapodás volt, hogy nem telepítenek. Tehát Romániában meg össze-vissza elkezdtek telepíteni. Ugye Magyarországra talán nem, de hát ki tudja, hogy van-e vagy nem. Érted? Mikor az oroszok itt voltak, akkor se tudtuk, hogy van vagy nincs. Mondani lehet azt, hogy nincs, de aztán ki tudja, hogy van. Jó, de Romániában állítólag ott oda telepítettek meg, ugye nem csak Romániában, hanem további más országokban, ami közvetlen határos az oroszokkal. És hát ugye ez volt a harmadik indok, hogy jó, akkor elég, hát akkor már oda fogják telepíteni a rakétákat, majd hogyha az NATO tag lesz, oda közvetlen, ugye már Ukrajna széléhez, magyarul Oroszország szívébe, érted, Moszkvától már nem is messze, tehát hogy gondolták ezt a nyugat? És akkor azt mondta az orosz, hogy jó, akkor ennyi volt a tűrés határ, és akkor szépen itt majd elrendezzük. De ugye ők más taktikát választottak, mint eddig bármikor, bármelyik hadsereg, és ők is eddig nem csináltak ilyen taktikát, most olyan a taktika, hogy szépen kivéreztetni, kiéheztetni a lakosságot, azt szépen elhagyja a lakosság. Hogy dezertáljanak a katonák, stb. Mert azok is nem lesz utánpótlás, akkor előbb-utább éhen nem fognak harcolni, ráadásul ugye rokonaikkal szemben, mert az orosz meg az ukrán ugye a szláv nép, tehát rokon nép. Bár ugye a szlávok azok úgy látszik szeretnek harcolni egymással, látszik a jugoszlávoknál is ugye, hogy szeretnek egymással harcolni. Hát a magyarok is ugye úgy vannak itt Magyarországon, hogy tisztában legyünk ezzel, hogy itt sem magyarok vagyunk, itt vannak palócok, akik nem magyarok, akkor vannak kunok, akik nem magyarok, vannak akik jászok, akik nem magyarok, vannak akik székelyek, akik nem magyarok, hanem milyen ugye népségbe tartozunk, ez a hun népség, tehát nem finnugor, felejtsük el ezt a baromságot, hogy mi finnugok, ugorok vagyunk, aki ezt kitalálta, az jó nagy hülye. Na szóval nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mi a hun közösséghez tartozunk. A hunok azok körülbelül 300 millióan vannak a bolygón, érted? A japánok hunok, csak hogy tisztában legyünk ezzel, a koreaiok szintén hunok, erről tegnap éppen beszéltem, ha emlékeztek. Tehát lényeg az, hogy körülbelül 300 millió hun van a világban, és a hunok egyébként közvetlen leszármazottaitnak minket tekintenek. Nem véletlenül az a felségjelünk, hogy hu. Oké? Hogy hu. És ha azt mondod, hogy hun és Hungária, akkor tudják, hogy na, ott az Európa közepén. Ha azt mondod, hogy Magyarország, még itt Európában is, és akkor néznek rád, hogy mit akarsz te? Hol van az? Mi az? De tényleg így van. Azt mondod, hogy Magyarországról jöttem, és más nyelven is, de azt mondod, hogy Magyarország. Érted? Azon a nyelven, és nem tudja, hogy mi az. De azt mondja, hogy ungár, azt mondod, hogy ungár vagy hungári, érted? Mert van, ahol nem ejtik a hát, akkor rögtön tudják, hogy hol vagyunk, érted? Rögtön. Na most, ugye... A magyar az a hun, tehát hogyha mondanánk, hogy
milyen nép, ugye vannak szláv népek, van germán népek, akkor vannak a hun népek. Jó? Tehát és jó lenne, hogy fölvennénk ezt úgy lassacskán, és kiszorítanánk ezt a barom finnugor elméletet, és akkor azt mondanánk, hogy hun népek, érted? És a hun népek azok állnak a jászokból, állnak a kunokból, a székelyekből, a palócokból és a magyarokból. De ugye a magyarok a legnépesebb, olyan, mint az orosz a legnépesebb szláv nép, a legnépesebb, Európában a legnépesebb hun nép az a magyar. De a világon a legnépesebb hun nép az nem a magyar, hanem a japán. Ennyi. Oké? Okay? És ugye miért tudott népes maradni? Hát mert elszeparált helyen volt évezredeken keresztül. Mi is elszeparált helyen voltunk, azért tudtunk még fennmaradni, a Kárpát-medence által voltunk elszeparált helyen. De azóta, mióta ez a szeparáció megszűnt, hát ugye mióta? Hát gyakorlatilag Lajos király óta, ugye a török betörés óta, tehát Mátyás király után volt talán két uralkodónk, vagy egy, de az utolsót úgy hívták, hogy Lajos, és akkor volt még Magyarország utoljára, tehát Nagy Magyarország, mikor Lajos király uralkodott, ő volt, aki a Cselepatakban vesztette az életét. Így van. És gyakorlatilag odáig volt Nagy Magyarország, ugye olyan Nagy Magyarország, amelyik független Nagy Magyarország volt, tehát 1530-ig, vagy 30-40-ig, valahogy 45-ig, valahogy így volt, odáig volt, hát Buda bevételéig volt, hát ha valaki történelmből emlékszik, hogy mikor vették be Budát a törökök, akkor odáig volt gyakorlatilag szabad Magyarország. Tehát a történelemben azt is helytelenül tanultuk, hogy a Mohácsi vésztől indult a török. A török a Mohácsi vész után kivonult Magyarországról. Jó? És ez a második ilyen nagy bevonulás volt, mikor Budát elfoglalták, de akkor is Csellel foglalták el, az Egri csillagokban ez gyönyörűen le van vezetve, hogy a főparancsnokat Csellel elfogták. Tehát Csellel elfogták a főparancsnokot, és gyakorlatilag nem volt, aki parancsoljon a hadseregnek. És ezáltal ugye simán bevonulhattak Budáig, és elfoglalhatták Budát. Tehát hogyha ott a, ugye nem fogják el a főparancsnokot, akkor ott is lett volna egy jó nagy csata, amit nem biztos, hogy a törökök megnyertek volna. Ezért csinálták ezt a Csellt. Ugyanez nagyon érdekes, például ez ugye a török vész, ugye a Mohácsi vész, hát nem nagyon érdekes, ugye Szapolyai a seregével nem ért oda. Nem ért oda, és utána meg a Szapolyai vezető pozíciót töltött be Erdélybe a törökök alatt. Nem érdekes? És nem ért oda a seregével, mert ha a Szapolyai odaért volna a Mohácsi csatához, akkor valószínűleg nem ez lett volna a végeredmény. És valahogy ő lassan ment oda, és nem ért oda, és lezajlott a csata, és még akkor sem volt ott. Érted? Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy fél sereggel, vagy negyed sereggel, vagy egyharmad sereggel vívtuk meg azt a csatát. Jó, de hát ugye azt is kellene tudni, hogy a drága sógoraink, akiknek kinyaljuk a seggét, érted? Nem tudom másként kifejezni, már évtizedek óta, évszázadok óta nyaljuk a sógorainknak a hátsóját, érted? Na azokkal megállapodtak a törökök az aranybányáinkon és a terület felosztásán, és ugye felosztották Magyarországot, és ugye úgy állapodtak meg, hát figyeld, oda ment a török szultán a Bécs várához, megállapodott, az visszavonult, érted? Ez ennyi volt, az nem foglalta el Ausztriát, és megállapodtak abban, hogy jó, akkor legyen a németeké a felvidék, ausztrákoké akarom mondani, legyen a felvidék, és ugye a többi rész az meg Erdély, ugye az adófizető, az marad független, a többi részt meg elfoglalják. És ugye az adó az neki jó jött, mert ugye az aranybányák, az erdélyi adó, aranybányák is onnan származó jövedelem az befolyt a szultánhoz. Na szóval nem egészen így tanultuk a történelmet, pedig
az a helyzet, hogy ugye miért nem így tanultuk? Mert mindig a győztesek írják a történelmet, mármint a történelmi könyveket, meg a történelmi leírásokat, és a győztesek mindig hazudnak avval kapcsolatban, ami ténylegesen történt. Jó? Tehát, és ezt most miért mondtam? Mert én például rögtön azt csináltam volna első dolgom, hogy mikor rendszerváltás volt, akkor én azt csináltam volna helyettük, hogy jó, akkor az osztrákok fizessék meg az összes olyan kárt, amit okoztak nekünk. A vár rombolásokkal kapcsolatban és egyéb dolgokkal, érted? Jó, gazdagok voltak már akkor a 90-es évek elején, jó, hát akkor fizessék meg, amit nekünk kárt okoztak. Bevittek minket a háborúba, az első világháborúba, ami miatt ugye gyakorlatilag kisebb lett az ország, mint bármikor volt a történelem során, érted? Na most, ami annyit jelent, hogy óriási károkat okoztak nekünk a drága sógoraink. Jó? Amit követni kell, mert ők jó példák, hát jó édes anyjukat kell követni, azt. Szóval lényeg az, hogy egy érdekes világban élünk, közel nem azt látjuk a médiából, nem azt a híreket kapjuk, érted, ami ténylegesen van. Van egy fontos dolog, bármi, ezt tanuld meg a történelem során, bármi történik, mindig azt kell nézni, hogy kinek az érdeke. Érted? Tehát bármi történik, az kinek az érdeke. A három toronynak a leomlása annak idején Amerikában, ugye szeptember 11-én 2001-ben, kinek az érdeke volt? Egyértelműen lehet tudni kinek. Most az olajvez nem régi fölrobbantása, ugye, vagy gázvezeték akarom mondani, felrobbantása, vajon az kinek az érdeke volt? Érted? Az északi áramlat gázvezeték fölrobbantása. Kinek az érdeke volt? És akkor próbálták ráfogni az EU meg az Amerika az oroszokra. Érted? Tehát az oroszoknak ott legkevésbé érdekük, hogy a saját az a vezeték, amit részben ők építettek ki, másodszorban azon megy az ő gázuk, érted? Ahol pénzt kapnak, érte a gázukért, hát ez a fölrobbantság. Ki ez a barom, aki elhiszi, hogy ezt ők csinálták? És ugye vannak olyanok, hogy az oroszok lefüleltek egy, gazdasági hírekbe olvastam, az oroszok lefüleltek rögtön egy üzenetet a robbantás után, a gázvezeték felrobbantása után, egy ilyen pár másodperce, egy ilyen fél perce vagy egy perce azután, és annyi volt az üzenetben, hogy megtörtént. Hova ment ez az üzenet? Angliából a kormányból, érted? Ment az üzenet az amerikai kormánynak, érted? Hogy megtörtént. Ennyi volt az üzenet. És ezt lefülelték az oroszok, ezt az üzenetet. És ugye azóta azt mondják, hogy szerintük ugye az angolok amerikai megbízásból csinálták. Miért? Hát, hogy véletlenül se kapjanak gázt, és ugye Európa rászoruljon az ő retkes palagázukra. Érted? Nyavajás palagázukra. Az közben palagázt már itt is lehet Európában kitermelni. Mi, a francnak kell nekünk az ő palagázuk. Itt van nekünk sajátunk. Mármint saját palagáz. Csak vissza kéne venni a franciáktól. Jó? A gázkitermelés jogát. Szóval lényeg az, hogy érdekes, nagyon érdekes világot élünk. És ugye ezt miért mondom el? Hát, hogy lássátok, hogy nem feltétlenül azoknak a híreknek kell bedőlni, amiket a médiában hallasz, tehát inkább igaz, tehát jobb, ha ilyen híreket nem is foglalkozik az ember vele, mert ugye az ember, a legtöbb embernek nem nagyon látom azt, hogy lenne olyan valakinek olyan képessége, hogy ha hall híreket, bármit, akkor rá tudjon kérdezni, hogy az igaz vagy nem igaz. Ugyanis én már régóta foglalkozok azzal, hogy elolvasok egy hírt, és utána megkérdezem, hogy az a hír igaz vagy nem igaz. Kitől?
ugye megkérdezem, és akkor ez eljut a teremtőmhöz, és a teremtőm az körülbelül 3 percen belül válaszol, legtöbb esetben mondjuk pár másodpercen belül megjön a válasz. Érted, hogy most az igaz, vagy nem igaz? És akkor ugye szokták nekem mondani, hogy nem tudom, hogy mi az igaz. Hát én meg tudom, hogy mi az igaz, mármint hogy ő nem tudja, mi az igaz. Tehát olvassa a híreket, és nem tudja, hogy mi az igaz, vagy mi a nem. Hát mondom, én meg olvasom a híreket, és tudom, hogy mi az, ami igaz, mi az, ami nem. De ez nem most kell, mostani keletű, hanem ez ilyen 10 éve ez így működik nálam. És nem csak a híreknél, hanem bármilyen tanításnál. Olvasok egy tanítást, és akkor ugyanez, pillanatok alatt rájövök, hogy mi az igaz, és mi a hamis tanítás. Oké, ugyanígy, hogy megkérdezem, és kapok rá választ. Tehát ugye olvasás közben rá tudok kérdezni, és már is kapom a választ, hogy ez igaz, vagy nem igaz. Az múltkor olvastam egy hatalmas történelmi anyagot, ugye ami elég nagy történelmi táblatokat fogott át, és végig minden bekezdésnél végig kérdeztem, hogy igaz, nem igaz. És akkor mondták, volt, amire azt mondták, hogy ez igaz, volt, amire azt mondták, hogy ez nem igaz. És akkor így olvastam végig, tehát így szoktam olvasgatni. Jó, tehát, és ez nem ilyen képzelgés, hanem ez a valóság. Jó, és ezt már mondom, régóta meg vagyok erre győződve, és eddig még nem jött olyan, hogy valamire azt mondták, hogy igaz, és kiderült volna, hogy nem igaz, meg olyan se, hogy valamire azt mondták volna, hogy nem igaz, és kiderült volna, hogy igaz. Érdekes. Szóval lényeg, hogy ugye azért mondok ilyen dolgokat, hogy úgy világosabban lássad, de hát ezzel nem változik meg az életed. Tehát csak annyival, ugye tudod, hogyha van ilyen alapdolgok vannak. Ez jó, ha mindenki tudja. Ez tudhatja egy bárki, bármilyen ember. Tehát ez úgy működik, tehát ez nem kell, hogy a képzésen valaki részt vegyen, hogy tudhassa. Hogyha hazugságokat elfogadsz igazságnak, akkor az rontja a hangulatodat. Ha az igazságokat fogadod el igazságnak, az javítja a hangulatodat. Most gondold végig, van benned egy lélek, jó? Nem érdekel, hogy hiszel benne vagy nem, te dolgod, a te hülyeséget, ha nem hiszel benne. Jó? Tehát nem az én dolgom, a te lelked az a te dolgod, az én lelkem meg az enyém, úgyhogy maradjunk ennyibe, ha valaki nem hisz a saját lelkébe, hát elég buta ember, erre nem tudok más mondani. Szóval, lényeg az, hogy van neked egy lelked, és ugye a lelked az közvetlen kapcsolatban áll a teremtőddel. Világos ez? Milyen kapcsolatban van? Mentális kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy olyan kommunikációban van, mintha te telefonon kommunikálnál mondjuk egy másik személlyel. Jó? Tehát frekvencián keresztül kommunikálnak egymással. Magyarul, ha te bármi olyan dolgot megérsz, ami nem igaz, rögtön a lelked megkapja azt az információt, hogy igaz vagy nem igaz. Világos ez? Ugyanis a lelked az nem élhet hazugságba. Érted? De ha viszont te elfogadod, mint XY, mint egyén, mint ember, elfogadod a hazugságot, tehát az egód az elfogadja a hazugságot, mert akkor az egót fogadja el, elfogadja a hazugságot, akkor az történik, hogy a lelked sír. Idézőjelbe ezt a sírást. Érted? És ezáltal, hogy a lelked bánatos lesz avval kapcsolatban, hogy te elfogadod a hazugságot, nem nézel utána az igazságnak, nem gondolsz utána az igazságnak, nem fordulsz a lelkedhez az igazsághoz, érted? Az igazság miatt. Ezért bánatos a lelked. A lelked ugyanis egy értelmes energialény. Tehát egy benned lakozó értelmes energialény. Most onnantól kezdve gondold végig, a lelked az bánatos, te meg jó állapotban akarsz maradni. Hát ez nem működik, ezt felejtsd el.
ha bánatos a lelked, akkor te előbb-utóbb rossz állapotba fogsz kerülni. Ha nem azért, mert bánatos a lelked, akkor azért, mert mondjuk betegségbe kerülsz, vagy baleset ér, vagy családi problémád lesz, vagy anyagi problémád lesz, és azért leszel rossz állapotban. Világos ez? Tehát az embernek törekednie kellene magának a testnek, magának az egónak, az ego az olyan buta, mint a tök, csak úgy mondanám, gondolkodásra képtelen, az tiszta ösztönlény, szó szerint így van. Tehát az nem tud gondolkodni, az ego az nem gondolkodik, az teljesen úgy működik, mint egy állat. Tehát egy állat sem gondolkodik, teljesen ösztön alapján működik, tehát az ego az tisztán ösztön. Tehát a legtöbb ember mégis az egójára hallgat, ahelyett, hogy odafordulna a saját lelkéhez, amelyben ott van az igazság. Minden egyes hazugságnak ott van az ellentéte benne a lelkedben. Tehát bármilyen olyan dolog merül fel, ami hazugság, a lelkedben ott a válasz. Érted? De a legtöbb ember itt Európában annyira budjant, hogy nem hisz a saját lelkébe. Nem hisz egy olyan lénybe, érted, amelyik mondjuk 1000-szer idősebb, mint a teste. Vagy 10000-szer, vagy 100000-szer idősebb, mint a teste. Érted? És a legtöbb embernek a fránya teste fontosabb, mint egy olyan halhatatlan lény, ami benne van, ami időtlen, érted? Úgy időtlen, hogy gyakorlatilag nem tud elpusztulni, tehát nem tud meghalni, ugye az energia az nem vészel, csak átalakul. Tehát ugye erről tegnap beszéltem, ha emlékeztek, hogy azt tudja egyedül megcsinálni a lélek, hogy nem tölti föl magát energiával, de az olyan ritka ez a lélek a világegyetemben, hogy nem tölti föl magát energiával, ami gyakorlatilag alig fordul elő, és akkor visszakerül, mint energia a teremtőhöz. Tehát az azt jelenti, hogy akkor a teremtőnek a részévé válik. Ugyanúgy, mint ahogy része volt akkor, míg a teremtő nem osztotta meg önmagát. Jó, tehát valaki írta az egyik hozzászólásban, valami okos tojás, nem tudok mást mondani, hogy egyszerre volt az összes lélek teremtése a világegyetemben. Ez akkora butaság, hogy nem tudom honnan szedte ezt a hülyeséget. Jó, szóval abszolút nem így van. Tehát vannak sokkal, tehát minden spirituális, fejlett spirituális ember szerint különböző öregségű lelkek vannak. Akkor hogy lehet egyszerre teremteni a különböző öregségű a lelkek? Vannak fiatal lelkek, és vannak nagyon öreg lelkek. Oké? Na most ennyi. Hogy lehet egyszerre teremteni? Jó? Csak ha valamilyen okosat szól hozzá, akkor miért akar hozzászólni? Én a hülyeségeket tudnék, akkor nem szólnék hozzá. Jó, tehát lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol az ember hozzájuthatna az igazsághoz. Csak ugye tudod, az a baj, hogy szépen lassan elérték nálad, hogy rossz hangulatú legyél. Érted? Jó, most nem rátok vonatkozik ez, aki itt tanul. Én a többiekre mondom. Tehát ha megnézed a környezetedben lévő emberek hangulatát, akik nem tanulnak itt, azoknak rosszabb a hangulatuk, mint neked. Érted? Most nem azokról beszélek, akik a te befolyásod alatt állnak. Érted? És fölemeled a hangulatát, a jó hangulatoddal, nem arra gondolok, hanem a többiekre. Tehát én személyesen az elmúlt nem tudom hány évben nem találkoztam nálamnál jobb hangulatú emberrel. Oké?
És régen ez nem így volt. Nem azért volt, mert én rosszabb hangulatú voltam, hanem azért, mert rengeteg olyan ember volt, aki olyan hangulatban volt, mint én, vagy akár jobb. Tehát szépen elérték az embereknél, hogy a hangulatuk az haladjon lefelé a béka hátsó fele felé. Oké? Miért? Nehogy véletlenül képes legyél hallgatni a saját lelkedre. Nehogy véletlenül hozzájuss magadtól az igazsághoz. Elég világos voltam? És ez a nagy baj. Nem az, hogy milyen híreket mondanak, hanem az, hogy hagyod, hogy vigyenek lefele, és egyre rosszabb és rosszabb hangulatban legyen. Jó, de hát itt van egy, hála Istennek, egy közösség, amelyik, ahol emberek már észbe kaptak, és azt mondták, hogy valamit tenni kell, kellene, hogy ne menjünk lefele a hangulatba. És ezáltal ugye itt vannak, rendszeresen találkozunk, rendszeresen részt veszünk képzéseken, rendszeresen örülünk egymásnak, rendszeresen megszeretgetjük egymást, és ezáltal ugye maga a szeretet kinyilvánítás az egy hangulat emelő. A szeretet fogadása az megint csak hangulat emelő. Akkor az olyan kommunikáció fogadása vagy küldése, ami az ember javát szolgálja, az hangulatjavító. A tudás, a használható tudás az hangulatjavító. Ami azt jelenti, hogy az emberek, ugye, nek megjavul itt a hangulatuk, majd ugye az életük helyzeteit is elkezdik jobban kezelni, pont amiatt, mert jobb a hangulatuk. Az további hangulatjavítást hoz a házhoz, mivel ugye kevesebb a probléma, akkor persze az embert míg húzzák le elsősorban a problémák. Csak tudod, mi a baj? Hogy te magadra vállalod másnak a problémáit is. Most gondold végig, te nem vagy ukrán. Mi közöd Ukrajnához? Mi közöd a gázcső robbantáshoz? Semmi. Mi közöd az ahhoz, hogy bármi van a világban, bármi negatív dolog? Semmi. Mit befolyásolja az életedet? Nem igazán, érted? Mondhatnád, hogy dehogy nem, hát most mennyire emelkednek az árak? Csak ez nem ennek a következménye. Azt tudod, minek a következménye, amiről már rég beszélek? Az, hogy szándékosan le kell vinni ennek a három ország valutájának az értékét, hogy ide betelepülhessenek olcsón más nemzetiségek. Elsősorban ugye izraeli állampolgárok. Oké, de nem csak izraeliek, hanem amerikai állampolgárok is, akiknek az ősei azok a háborúban a zsidó üldöztetés elől menekültek ki. Oké? Tehát nem csak Izraelből akarnak betelepülni, hanem Amerikából is, mert ugye ebbe a két országba menekültek ki, Lengyelországból, Csehországból és Magyarországból a náci üldöztetés ellen a zsidók. És most szeretnének visszajönni. Nem mind, de a jó része szeretne visszajönni. És akkor ezért megírták az államközi megállapodásokat, ezáltal ugye ezek a három ország nem csinált eurós, nem álltak át euróra, hanem maradtak a nemzeti valutánál, mert ezáltal a nemzeti valutákat el lehet, az értékét le lehet csökkenteni. És akkor lehet bejönni olcsóbban ezeknek az embereknek. Oké? Sőt, hogyha nagyon tönkreteszik az itt élők életszínvonalát, akkor bejöhetnek megmentőként. Gondold végig. Erről nem most beszéltem először. Hát erről már vagy 10 éve beszéltem először. Még már rég meghalt az a rokonom, aki ezt az információt adta, amikor a 90-es években már elindult ez a törekvés.
és Amerikában értesültek róla, és ő kinn élt Amerikában 3 hónapot az anyjánál, aki még a 80-as években kidisszidált Clevelandbe, és ugye ott rengeteg magyar él kinn, és azoktól a magyaroktól értesült arról, hogy ilyen törekvés van. Hát nyilván elsősorban Magyarországot mondtam, mert ugye ő magyar állampolgár, és ugye csak 3 hónapig volt kinn, már akkor mondta a 90-es években, hogy ilyen törekvés van. És akkor ugye ezek az államközi megállapodások már rég megszülettek, és azt tudod, hogy rendszeresen jönnek Izraelből a repülőgépek a betelepülőkkel. Tehát hála Istennek, hogy nem arabok jönnek, hát, mert legalább ugye ők fehérek, érted, és dolgosak, tehát dolgosak. Hát melyik népkömé, a magyarok közt nincs lusta? Palócok közt nincs lusta, székelyek közt nincs lusta, jászok vagy a kunok közt nincs lusta, de hogy nincs, hogyne, bárhol melyik ugye népünk bármelyik tagját, csoportját megnézzük, akkor azt látjuk, hogy mindenütt vannak, bármilyen megyét megnézzük, bármilyen települést megnézzük, jó, mondjuk a egy házból álló települést mondjuk egy tanyában nem biztos, érted? De mondjuk a falvakat megnézzük, még a kis falvakban is vannak lusta emberek, ahol mondjuk lakik 50-100 fő, még ott is találsz lusta embereket. Tehát lusták mindenütt vannak, a lusták mindenütt vannak, és vannak természetesen dolgosak is, természetesen. Tehát ugye Izraelből akik haza akarnak jönni, nem ők jönnek haza, akik elmentek, hanem a gyerekeik, unokáik, persze, hát azok akarnak hazajönni. Miért? Nem azért, mert olyan nagyon magyar érzelműek, most nehogy félreértsétek, hanem azért, mert elegük van abból a melegből, ami ott van, elegük van a vízhiányból, ami ott van, és elegük van az arabok atrocitásából, ebből az állandó konfliktusból, ezért. Oké, és itt most nem milliókról van szó, hogy milliók akarnak jönni, mert Izrael nem tudom hány milliós, 7-8 millió, igen, az egész, tehát nem mindenki akar onnan hazajönni, mert ugye nem mindenki onnan jött, hát ugye rengeteg ember Oroszországból vándorolt ki, hát a lengyelek, csehek Magyarországot beszélek, de ugye Ukrajnából is rengetegen vándoroltak ki, ugye rengetegen vándoroltak ki Oroszországból, és máshonnan is vándoroltak ugye rengetegen ki, tehát ugye ide nem 7-8 millió ember akar jönni, most nehogy félreértés essen, hanem ugye ebbe a 3 országba egy pár millió, ami azt jelenti, hogy 1-2-3 millió a 3 országba, jó? De ehhez ugye kell olyan, hogy kiköltözzenek a magyarok, állítólag a magyarokat le akarták csökkenteni már 2022-re 7 millióra, 7 millióra, hát ez nem jött össze, 7 millióra nem csökkentünk le, de most meg a népszámlálás neki fog derülni, mennyien vagyunk, legalább, érted? Tehát most olvastam egy cikket éppen ma, hogy 2022-re tervezték azt, hogy már csak 7 millió legyünk, ez nem jött össze, mert ugye sokan nem adták el azt a fránya ingatlanjukat, hanem megtartották, érted? És hazajönnek, ezt a gazdag úr hitfajzatok, érted, hogy hazajönnek, képzeld, haza mennek jönni, hála Istennek, hogy hazajönnek, érted? Mert ők azt akarták volna, hogy költözzenek ki végleg. És tudod, az ember, amikor ilyen internacionalizmus van, akkor ez úgy működik az internacionalizmusnál, hogy nincsenek nemzeti érzések, és ezért ugye csak milyen érzések vannak? Anyagi érzések, és akkor oda megy, ahol jobban keres, és a külföldön jobban keres, akkor jobban keres, csak az a baj, hogy a magyarok jó részének még mindig van nemzeti érzése, és ezek a fránya magyarok nem akarnak kiköltözni, képzeljétek el, és nem 3 millióan költöztek ki, hanem csak 1 millióan, érted? A fenessen ugye ebbe a koncepcióba, gondold végig,
Szóval egy érdekes világban élünk, tehát hála Istennek, hogy nem költöztek ki annyian, így nem tudnak bejönni annyian. Oké, tehát húzódik a projekt. Hát mit gondolsz, miért kellett az Orbánnak, mit tudom én, negyed évente, fél évente Izraelbe látogatásokat tenni az elmúlt években? Igaz. Hát, hogy gyorsítsa a projektet. Oké. Hát senkivel nem találkozott, semmilyen államfővel annyit, mint az izraelivel mostanában. Az elmúlt két évben, érte? Senkivel. Hát neki is van ilyen izéje, mi? Szóval, tehát nem bántjuk őket, most azért mondtam, hogy százszor jobb, ha ők jönnek be, mint ha arabok jönnének, mert az arabok általában nem szeretnek dolgozni. Jó? Tehát ugye a zsidó nép fiai legalább szeretnek dolgozni, legalábbis a túlnyomó többség. Tehát nem rosszabb az arány ott a lustaságra, mint nálunk, magyaroknál. Tehát nem lustábbak ők, mint mi vagyunk. Hát nézd meg, hát ha megnézed, azért ott a sivatagban azért nem semmi, amit létrehoztak az izraeliek. Hát gondold végig, tehát nem lusta népség az. Jó? Na, de mondom, az nem tetszene igazából, hogy akkor mi szolgáljuk őket. Az nekem marhára nem tetszene. Én senkit nem akarok szolgálni, érted? Senkit. Senkit. És én neked is azt javaslom, hogy te se szolgálj senkit. Oké? Élj egy olyan életet, hogy nem, ne szolgálj senkit. Tehát egy embernek nem szolgának kell lenni. Az aranybulla az már rég volt. A világon először csinálták azt, hogy megszüntették a szolgaságot, érted? Tehát ilyen az aranybullával. De ez már 800 éve volt. Érted? Tehát éppen ideje lenne ugye a szolgaságot feladni, és szabad életet kezdeni élni. Tehát egy igazi ember, aki képes hallgatni a lelkére, az nem egy szolgának való, érted? Az nem egy olyan ember, akinek meg kell mondani, hogy mit csináljon. Hát a lelke megmondja, hogy mit csináljon. Érted? De te nyugodtan hallgass bárki, nyugodtan hallgass a főnöködre, semmi gond nincs ezzel. Jó? De előbb-utóbb nem kéne. Nem kéne. Tehát szabad életet kellene élni. Vagy nem? Rosszul mondom. Tehát az embernek szolgának kell lenni. Hát gondold végig, ennyi szolga soha nem volt, mint most van. Soha. Figyeld, a jobbágy az nem volt szolga, annak saját földje volt. Ha nem is sok, de saját földjén dolgozott. Érted? Legrosszabb esetben bérelt földet, és azon dolgozott. Érted? De ami azt jelenti, hogy a saját magának dolgozott, nem másnak dolgozott. Jó, fizetett adót, mint a 9-et, 10-et, de hát persze, természetes, hogy ami meg kell adni a királynak, azt add meg, érted? Amit meg kell adni, amit tudom én kinek, add meg, érted? Ez egy elv. De nem mindegy, hogy szolgaként működsz, vagy pedig szabad emberként. Érted? A szabad ember azt jelenti, hogy nem kell megmondani, hogy mit csinálj, hanem tudod, hogy mit kell tenned. Érted? Nincs szükséged főnökre. Nincs szükséged arra, hogy beosztott legyél. Érted? A magyarok 80%-a az a második világháború előtt nem volt szolga. A szabad ember volt. És most eltelt azóta 100 év, lassan 100 évet, még nem annyi, mert csak 70, mert lassan 80 inkább azt mondanám, és megfordult az arány. Most körülbelül 20 valami szabadságot élvez, és a 80% megszolga. Vagy rosszul látom? Nem, azt mondta, hogy te nem alkalmazottként nem vagy szolga, vagy kényszervállalkozóként nem vagy szolga. Figyeld, hogyha neked meghatározott nyitvatartási időd van vállalkozóként, akkor te szolga vagy. Vállalkozóként, ha
ha meghatározott nyitvatartási időd van, akkor szolga vagy. Világos ez? Nekem hol láttok meghatározott nyitvatartási időt? Hol? Hol láttok a tusekéknál, vagy cankéknál, vagy bárkiknél, vagy ugye beáéknál, házigasszonyunknál nyitvatartási időt? Hol látsz ilyet? Hol? Ők olyan vállalkozók, akiknek nem kell nyitvatartási idő, érted? Nem kell. Hát az is szolga, akinek nyitvatartási ideje van. Világos ez? Mert az kényszervállalkozó. Persze szabadabb, mint egy alkalmazott, persze, de közel se szabad. Tehát a lelked az egy szabad lénynek jött létre, érted? Egy szabad lénynek. Nem egy szolgának. Tudod, hol szolgák a lelkek? Amikor a gonoszt szolgálják. Érted? És azt úgy csinálják, hogy sajnos nem szabad akaratból csinálják. Érted? Tehát a fentiek nincs szolgaság. Nincs szolgaság. Tehát ne keverjük össze a szolgálatot a szolgasággal. Mert még ezt is összekeverik az emberek. Tehát a szolgálat az egy szabad akarat. Tehát egy szabad ember szabad akaratából vállalt szolgálat. Érted? A szolgasság az pedig egy kényszerítés. Most hogy kényszerítik az embereket szolgasságra? Ha nem leszel szolga, akkor éhe halsz. Vagy nem tudsz venni egy mobiltelefont, nem tudsz venni semmit, érted? Nem tudsz venni egy ruhát, nem tudsz venni élelmiszert, semmit nem tudsz venni, ha nem válsz szolgálva, érted? Vagy lehet kapni segélyt is, ugye az meg aztán még inkább szolgalét, mert ott abból csak nagyon kevés dolgot tudsz vásárolni magadnak. Tehát így kényszerítik az embereket szolgaságra. De miért tudták ezt megcsinálni? Mert az emberek beleegyeztek. Érted? Miért? Mert elhitették velük, hogy egy életed van, egy halálod van, mindent ebben az életben kell megélni, előtte se volt semmi, utána se volt semmi. Hát mondhatják itt, hogy keresztény Európa, érted? Hát a keresztény Európának nagy része ateista hittel bír. Szó szerint. Azoknak a nagy része is, aki elmegy elballag templomba, érted, ateista hittel itt bír. Tudod, mit jelent az? Hogy igazából ő nem tudja, hogy neki van Istene. Ő csak hiszi. Én meg tudom, hogy nekem van. Érted? Tehát ott ülnek a templomban milliók, érted, itt Európában, és nem tudják, hogy nekik van Istenük. Ők csak hiszik, hogy van Isten. Érted? És az, hogy Istenük van-e, abban se biztosak, hogy hisznek. Csak abban, hogy van Isten. És akkor azt, milyen Isten? Milyen Isten van? Sok Isten van. Hát mit tudom, én mondok példát. Az Amon-Ré az egy gonosz Isten volt. Ezt mikor azt mondod, hogy ámen, akkor hozzá imádkozol. Hoppá. A gonosz Istenhez. Ú, de király. Ez igen. Bravo. Ja? Hát és akkor mondom, akkor az ámennel az Amon-Ré Istenhez imádkoznak. És az pedig egy gonosz Isten volt, amelyik megfordult a Földön, persze, természetesen. Csak azokhoz imádkoznak itt a Földön, akik megfordultak ez a Földön,
semmilyen olyanhoz nem imádkoznak, aki soha betette, soha be se tette a lábát. És csak hogy tisztázzuk ezt a kérdést. Jó? Tehát ez mind megfordult a Földön, és azért imádkoznak hozzá. Hát olyanhoz nem tudnak imádkozni, aki nem volt a Földön, és nem ismerték meg. Világos ez? Az nem tudnak imádkozni, mert nem tudják, mi a neve. Világos ez? Na most, nem tudom, te a ruhádnak adtál-e nevet. És meg szoktad szólítani, hogy kedves kabátom. Nem hiszem. Mégis a tied, nem? Mégis a tied. Hány olyan dologod van, amit nem szólítasz meg, és a tied? Nem adsz neki nevet, és a tied. Hm? Így van. Attól a tied, hogy nincs neve, nem? Házadnak van neve. És a tied, amiben laksz. Igen. Hát miért kéne nevet adni neki? Miért kéne mindennek nevet adni? Oké. Okay. A hangyáknak nevet adsz minden egyes hangyának ott az udvarodon? Vagy ami betéved a lakásodba? Na ott jön a bubi. Az előbb a Lajos volt, így van. Nem hiszem, nem hiszem. Miért kéne mindennek nevet adni? Bolondok lennénk mindennek nevet adni, nem? De attól még tudod, hogy a tied, ez a lényeg. Nem kell nevesíteni, tudod, hogy a tied. Vannak olyanok, akiknek vannak állataik, és nem adnak. Ha csak egy van belőle, akkor nem adnak nevet. És akkor megkérdezik tőlük, hogy na, mi a neve? Hát kutya. Ez a neve. Persze, van ilyen. Miért kellene nevet adni? Hát az övé. És csak egy van belőle, nem kell megkülönböztetni. Akkor kell valamit megkülönböztetni, hogyha több van belőle, érted? Hát ha több kutya van, akkor mondod, hogy kutya, és jön az összes, te pedig csak a bodrit hívtad. Hát érted? Nem biztos, hogy jó megoldás. Tehát ezért ugye akkor kell nevet adni valaminek, hogyha meg akarsz különböztetni a többitől, nem? Mit tudom, van több autód, és akkor megkülönbözteted a neve alapján, érted? Ha csak egy autód van, akkor azt mondod, hogy na az autó, ami kint van a garázsban, érted? Melyik beülök az autóba is. Ha ki több autód van, akkor na most melyikre gondoltál, hogy beleülsz? Akkor megmondod, hogy mit tudom, hogy beleülök ebbe, vagy abba, vagy abba, akkor használd a nevét. Logikus? Na most, ha egy van valamiből, akkor nem kell nevet adni. Ezt megkérdezik, hogy az én Istenemnek mi a neve. Mit érdekel engem, hogy mi a neve? Egy Istenem van, érted? Én nem akarok neki nevet adni. Világos ez? Így van. Van olyan neve, hogy Istenem. Ha ott benne van, is, te, nem. Tehát az azt jelenti, hogy nem, te vagy. Érted? De az enyém is. Mert ott van benne az is. Hát az Istenem az olyan gyönyörűen kifejezi magát, a lényegét az Istenemnek. Gondold végig. Automatikusan hogy működik az ember, mit mond? Mikor egy hirtelen valami nem úgy sül el, ahogy szeretne. Ja, Istenem! Vagy édes Istenem, vagy valami hasonló, de nem azt mondja, hogy ja, édes Istenünk! Még ilyet nem hallottam. Nem? Tehát így benne van a nyelvünkben, hogy Istenem. Az az enyém. Nem kell neki név. Világos ez? Mert az enyém. Ami a tudod, hogy a tied, és egy van belőle, az nem kell megkülönböztetni. Mert nincs belőle több. Érted? Azt kell megkülönböztetni, amiből több van. És akkor itt van a megkülönböztetés. Mert van Síva istenség, Jehova istenség. A Buddha nem volt Isten. Akkor
ugye a Jehova Jahve az ugyanaz, akkor mit tudom én, mondjuk az Amoré, de rengeteg isten volt, ugye mond görög mitológiában Zeus, Apollon, stb. Stb. Érted? Egy csomó isten, hát fölütöd a történelmet vagy a mitológiát, érted, kismillió istennel találkozol. És ehhez például nézel egy ilyen mitológiai filmet, én mindig abból a szempontból nézem, hogy milyen ismert névvel találkozok benne, és hogyan jelenítik meg azt az istenséget. Érted? Jónak, rossznak. És általában tudjátok, mikor ilyen mitológiai filmeket néz az ember, jól jelenítik meg. Érted? Általában. Jól jelenítik meg. Az oldalunkon is vannak fönn ilyen mitológiai filmek, tanulságos mitológiai filmek, pont ebből a szempontból, hogy rálás az istenségek különbségeire, hogy igenis vannak olyan istenek, ugye voltak is, vannak is, mert azok ugye léteznek, azok nem tűntek el, csak elmentek a földről, azok léteznek, azok az istenségek, akik gonoszak voltak, akik kevésbé gonoszak voltak, voltak akik kicsit jók voltak, voltak akik álcázták, hogy jók voltak, például Jahve, ugye Jehova, volt aki pedig kifejezetten jó isten volt. De egy jó isten az nem büntet, a büntető isten az nem jó isten, világos ez? De ez nem azt jelenti, hogy jutalmaz, csak jutalmaz, büntetni nem büntet és csak jutalmaz, hanem azt jelenti, hogy nem büntetést, hanem feladatot kapsz. Ez olyan, mint az emberek, mondjuk az általános iskolában a gyerekek büntetésnek vették azt, hogyha valamit rosszat csinált és százszor le kellett írni az ellenkezőjét. De az nem büntetés volt, hanem ha jobban megnézett, hanem egy feladat, amit végre kellett hajtani. Érted? Tehát a büntetés az, hogyha bezárnak, és a szabadságod az korlátozva van, érted? Hosszabb időre. Az egy büntetés, olyan, az tényleg büntetés. De az nem büntetés, hogy valamit gyakorolni kell. Az nem büntetés, hogy valamiben jobbá kell válni. Miért lenne büntetés? Gondold végig. Azt kellene gyakorolni, hogy jobb legyél, az miért büntetés? Vagy ne csinálj rosszat, és azt kellene gyakorolni, hogy bevésd a fejedbe, hogy ne csinálj rosszat, az miért büntetés? Miért? Az egy feladat. Érted? Az egész életedben az összes problémát, ha megnézed, nem büntetésből kaptad, hanem mindet feladatként kaptad. Mindet egytől egyik. Feladat, feladat, feladat. És a válasz ott van a lelkedben. Most képzeld el, kapsz egy problémát, nem tudod a megoldást. Mert általában onnan tudná az ember a megoldást. Hát még nem volt szembesítve a problémával sose életében, senki nem mondta meg, hogy hogy kell megoldani, akkor természetes dolog, hogy nem tudja megoldani. Igen, ám, de van benned egy lélek, amely közvetlen kapcsolatban áll a teremtőddel. És a teremtőd elküldi a megoldást, mert olyan problémát nem küld el, amire nincs megoldás. Világos ez? Tehát megkapod a problémát, amivel szemben állsz, és közben a lelked megkapja a megoldást. És a lelked semmit nem felejt el. Semmit. A lélek nem képes a felejtésre. Csak hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. Az nem felejt. Na most onnantól kezdve gondold végig, ami problémával szembesültél bármikor az életedben, annak a megoldása ott van a lelkedben. Attól függetlenül, hogy nem oldottad meg. És miért nem hallgatsz a lelkedre? Nem kellene? Hm?
nem kellene megtanulni azt, hogy hogyan kellene hallgatni a saját lelkedre? Nyilván attól tudod megtanulni, aki ezt csinálja. Oké, és itt már nem csak én csinálom, a tudás elsajátítása révén már nem csak én csinálom, hanem mások is, a vezetők egy jó része már csinálja. Hogy legtöbb esetben már halkad a saját lelkére. Érted? És hol tanulnád ezt meg máshol? Hm? Hol? És ki fog segíteni máshol, hogyha elakadsz? Honnan kap segítséget mástól, ha nem tőlünk? De ha te nem tanulsz itt, nem adunk neked segítséget, felejtsd el. Az olyan embereket nem szeretjük, aki csak kapni szeret és adni nem. Mert az úgy hívják, hogy nem tisztességes ember. Oké? És ha te kapsz valamit, akkor nyilván cserébe kell adnod valamit. És az, aki nem tanul itt, annak nem segítünk. És ugye mindenkinek ezt szoktam javasolni, hogy annak bizony nem segítünk. Csak akkor, ha az a minimum, ha itt tanul. Hát gondold végig, mennyit tudhat akkor az a te lelked? Mennyit tudhat? És abból mennyit tudsz te? Sokkal kevesebbet. Mert az összes olyan dolgot, amit nem oldottál meg, az a tudás, az benned van, a lelkedben van, de az elmédben nem tudtad elraktározni annak a tapasztalatát. Csak a negatív tapasztalatát, a pozitívat nem. Tehát azt, hogy hogy kell megoldani azt a problémát, azt nem tudtad az elmédben elraktározni. De a lelkedben ott van. És ezt jelenti a gondolkodás. Értsd meg, hogy ezt jelenti a gondolkodás. Hogy addig gondolkodsz, míg a lelkedből ki nem szeded a választ. Érted? De ehhez ugye az kell, hogy egyre jobb állapotban gondolkodjál. Érted? Minél jobb állapotban gondolkodsz, annál közelebbi frekvenciába kerülsz a lelkeddel, és annál hamarabb megkapod az információt. Miért? Mert ez olyan, mintha van két mobiltelefon, érted? És az egyik mondjuk 450 Hz-en kommunikálna, a másik 900 MHz vagy kHz, mit tudom én, mint kommunikálnak most így fejből a telefonok, MHz talán. És gondold végig, a két telefon nem tud egymással kommunikálni, csak hogyha átállnak ugyanarra a frekvenciára. Érted? És te is csak akkor tudsz kommunikálni a lelkeddel, ha átállsz a lelked frekvenciájára. Az pedig a tiednél magasabb. Miért lenne magasabb? Nagyon egyszerű, mert ott van benne a tudás, és benned nincs. Érted? Tehát a testedben, az agyadban nincs ott a tudás, de a lelkedben benne van. A lelked is te vagy. Ezért a lelked mindig magasabb rezgésű, mint te vagy. Világos ez? Csak hozzá kellene alkalmazkodni, az ő frekvenciájához kellene alkalmazkodnod, a saját lelked frekvenciájához kellene alkalmazkodnod. És onnantól kezdve ott lenne a válasz. Csak ez a legfőbb probléma, hogy nem tudod elég gyorsan arra a szintre emelni a hangulatodat, amin rezeg a lelked, érted? És ezért a kommunikáció elsiklik. Ez olyan, mint mikor meg akarsz hallgatni egy rádióadást, de nem állítod rá a frekvenciát, érted? A rádiónak a gombjának, tehát a keresőjének a frekvenciáját arra az adónak a frekvenciájára. És a rádió nem jön az a jel, amin a rádióműsort akarod hallgatni. Tehát rá kell állítani az embernek a testének a rezgését, az agyának a rezgését, a lelkének a rezgésére, a saját lelkének a rezgésére. Érted? Ez egy feladat lenne minden embernek. Ez működött gyerekként, kisgyerekként. Csak már régóta nem működik. Főleg itt az elmúlt 10-20 év következménye, hát 20 év.
80-as, 70-es, 80-as években sokkal jobb rezgésűek, sőt 60-as, 70-es, 80-as években sokkal jobb rezgésűek voltak az emberek, sokkal. És ez tény, ez nem egy hablagy, ez egy tény. Ami azt jelenti, hogy sokkal könnyebben megoldottak bármilyen helyzetet, mert a lelkükben nekik is ott volt benne az információ. Tehát te emberként nem kapsz olyan akadályt, olyan feladatot, olyan problémát, amire ne kapnád a megoldást. És az ember azért hal bele a megoldatlanságokba, a problémákba, mert a problémákba halnak bele az emberek, akármilyen hihetetlen. Még a balesetet szenvedők, akik balesetben meghalnak, azok is a problémákba halnak bele. Csak balesettel van lerendezve a vége. Azért halnak meg, mert egyszerűen nem hallgatnak a megoldásra, amik bennük van. Érted? És annyi probléma halmozódik föl, hogy már kész. Már esélyük sincs arra, hogy valaha hallgassanak a saját lelkükre. Érted? Esélyük sincs. De mindenki élhet úgy, ahogy akar. De aki nem fogja azt csinálni, és ez nem fenyegetés, ez figyelmeztetés, jó? Csak hogy tisztában legyünk ezzel a dologgal. Ha valaki nem fejlődik fel oda, hogy képes legyen feltétel nélkül együttműködni szociális emberekkel, tehát jó emberekkel, nem az elnyomókkal, oké? És ezt nem tanulja meg 2035-ig, akkor neki, akkor neki lehúzzák, illetve nekik lehúzzák a redőnyt. Tehát nem éli meg a 2035 éves, 5. évet. Oké? Tehát a 2035. évet nem élik meg. Hanem mi lesz? Ide nem tudsz tovább inkarnálódni. Nincs további inkarnáció ide. Lehet menni az új bolygóra, és lehet létrehozni a társadalmat, mert ott nincs társadalom. Oké? Csak ugye, úgy mit tudom, elindítanak egyszer egy ilyen pár száz családot. Mikorra lesz abból pár millió? Hány gyereknek kell születni? Hány unoka lesz abból? Hány dédunoka? Hány ükunoka? Mire mondjuk pár milliós lesz az a bolygó? De hogy nem pár év, az is biztos. És ez, ez nem fenyegetés, ez egy figyelmeztetés. Én azért vagyok, hogy át tudjam adni azt a tudást, közvetítő vagyok. Nem az okos vagyok, a közvet, a tudás közvetítője vagyok. Az, aki át tudja adni a tudást, amit küldenek fentről, hogy képes legyél együttműködni, boldogságban, szeretetben és békében az emberekkel. Érted? És én ezt a tudást át tudom adni. És én ezért vagyok. Ezért születtem, ezért élek, nekem ez a küldetésem, ez a feladatom. Minden alá van ennek rendelve. Ennyi. Ez nem a munkám. Ez a küldetésem, érted? Kérdezik, hogy miért csinálom, szokták kérdezni, ugye? Mert nagyon egyszerű. Mit szoktam mondani erre? Mert ez a kötelességem, úgy érzem, hogy ez a kötelességem. Így van. Oké? Tehát van egy kötelességtudatom, amit én bevállaltam, és átadom az embereknek a tudást. És aki erre nyitott, az itt tanul, aki nem, az meg úgy éli az életét, ahogy akarja. Nekem aztán mindegy. De azt tudom,
hogy azok, akik ráveszik magukat arra, hogy tanuljanak, fejlődjenek azért, hogy egy jobb társadalomba kerülve visszakerülhessenek abba a létformába, amiben jöttek, akkor jó helyen vannak. Akik tovább akarnak emberként nyavajogni itt a Földön az inkarnációk során, tehát úgy értve visszainkarnálódva, hát nem ezen a Földön, hanem a másikon, hát akkor azok csinálják, nekem ez nem mindegy. Tehát az aranykor az nem, azért nem egy pár évtizedes társadalmi forma lesz, ezt csak úgy mondanám. Mert ott ugye azért föl kell nőni majd a gyerekeknek, akik mondjuk az aranykorba születnek. De azért egy elnyomásmentes társadalomba beszülhetni azért közel sem az, amint egy olyan társadalomba, amiben beszülettünk. Most gondold végig, hogy most akik beszületnek, milyen társadalomba születnek. Hát ugye mikor volt utoljára ennél nagyobb elnyomás, ami most volt az elmúlt években? A háború alatt, nem? Akkor. Meg a háború előtt talán közvetlenül. Ugye a második világháborúról beszélek. De hát az, hogy az emberek olyan állapotúak, amilyenek most általánosan, az nem egy jó dolog. Nem egy normális dolog, tehát nem ilyennek kellene lenni. Tehát nem jobb lenne sokkal jobb hangulatban boldogan élni az életét az embernek, érted? Nem kényszer vállalkozásokat, kényszer munkaságot, szolgaságot csinálni, érted, hanem fognád, kötelességből elvégeznéd a feladatodat, érted, ami gyakorlatilag mondjuk heti szinten lenne körülbelül 15 óra maximum, érted? És akkor utána tanulnál, és tennéd a dolgodat, és tanítanál másokat. Nem ez kellene? Gondold végig. Az aranykorról beszéltem most. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házi asszonyunknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Jó, köszönjük Szedlecsik Miklósnak ezt a nagyszerű előadást. Most is meggyőződtem arról, hogy életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem tanulni a Nyílt Akadémiánál, és azóta is tanulok. Azt javaslom neked, hogy gondold át, hogy van-e véletlen, hogy nézd ezeket a videókat. Ha úgy gondolod, hogy nem, és tetszenek az előadások, akkor biztatlak arra, hogy ne halogass, és legyél nálunk tanuló. Várunk szeretettel, nincs semmi vesztenivaló, semmi kötelezettség, próbáld ki akár 3 hónapra. A képzés ára teljes a baráti, annak ellenére, hogy a tudás viszont megfizethetetlen. Az első havi tandíj, ami 30 óra tudás, csak 19.700 forint, a második hónaptól pedig 9.800 forint, amire árgaranciát is kapsz. A coach képzéseinken a hétköznapokban használható és közérthetően átadott tudást és módszereket kapunk. És tudnunk kell azt is, hogy a világ csak általunk egyénektől, a mi szellemi és személyiség fejlődésünktől, tudatosodásunktól változhat meg. És nem a kormányok fogják elhozni kívülről ezt. Nekünk kell jobbá válnunk és összefognunk. Ehhez itt van a tudás, egy csodálatos közösség és egy profin kidolgozott rendszer. Keress a Facebookon egy szimpatikus szervezőt és fedd fel vele a kapcsolatot, tarts velünk egy jobb világ létrehozásában. A szünet után az önbizalomteremtő coachképzésünk következik, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, akkor most elköszönünk tőled. Köszönjük, hogy részvételeddel megtiszteltél minket. Szeretném megköszönni Szedlacsik Miklós mesterünknek, hogy én lehettem az első rész háziasszonya, és most pedig 30 perc szünet következik.